Köszönjünk magyar képviselőt a szlovák parlamentbe, ezt kéri, sőt kiáltja mai vendégem, mert szerinte csak így lesz, aki helyben megvédi a magyarokat a felvidéken. Szarka Tamás, a Gimes együttes egyik alapítója szerint ma is van magyar gyűlölet, ahogy régen is volt. Kollégista korábban még társaival megverték őket, ha magyarul beszéltek az utcán, nem is olyan régen pedig egy bevásárlóközpontban rászóltak ugyanezért. A gyűlöletre dalokkal válaszol, és azzal, hogy igyekszik minden magyar ügyét képviselni. Például ezért szervez évek óta közös énekléseket a Nemzeti Összefogás Napján. De elmondta azt is, hogy milyen megtudni, hogy egy világsztár ellopta az egyik dalát, és kiderül, hogy miért nem jutott még eszébe, hogy idén 40 éves a Gimes. Vendégem szarka Tamás Kosudíja, zenész, zene szerző, költő, a Gimes együttes egyik alapítója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta megkívásunkat. Jó napot kívánunk, sziasztok! Magá tegeződünk? Hogy legyen? Egyébként nem ahogy döntöttük ezt önnek, előre. Ahogy önnek vagy neked kényelmes, de megtisztelsz ha tegezőt. Jó, akkor most így adásban összetegezhetünk, nagyon köszönöm. Akkor Én folytassuk, is. ki, lehet, hogy egyszerű. Ja. 1983-ban alakult a Gimes, ami azt jelenti, vagy 40 éves idén. Azért ez egy olyan évforduló, amikor még az is esetleg elgondolkodik egy piciként az elmúlt évtizedeken, aki egyébként nem nagyon szokott számvetéssel, vagy múltba évedéssel foglalkozni. Nem tudom, hogy te ilyen szempontból melyik csoporthoz tartozol, de gondolom, hogy azért elgondolkoztál azon, hogy ez mit jelent ez az elmúlt négy évtized. Az, hogy 40 éves, ezt most hallom tőled először. Ez, még, ez, ez föl sem erült bennem, utána se számoltam. Na, ennyire vagyok én számvető. Uh -huh. Még az újat keresem, és mindig az új munkák, és vannak, és jönnek, és mi lesz hónap, hónap után, a jövőre, és visszanézni meg nagyon ritkán. Már Na, előfordult nyilván, volt nekünk 30-asunk is, meg 20-asunk, meg 10-esünk is volt, volt ilyen, de a 40-es most nem lesz, és nem is, mondom, nem is jött eszembe egyébként, de tény való, hogy... Elméletileg 40 éves a zenekar. Persze a zenekar alak kialakulása az általában sose egy, egy tapsra történik meg, hanem ez is maga is egy folyamat. Hát mi, ugye először a Gyula szólt nekem, hogy nem egy csinálunk zenekart, mi ketten. Testvérem, Szóval a, bocsánat, a testvérem, igen, a nyitrára elmentem, de szót még egy csomó ember, nem jött senki, csak én. Nem is csináltunk semmit, csak úgy néztük egymást, de amúgy mondom, hát ugye mi jóba, jó, jól ismerjük egymást, akkor most mit csináljunk. Ültünk ott egy kicsit, aztán hazamentem, tehát az első próba ilyen volt. Aztán jöttek emberek, olyan emberek, akik csak egy próbára jöttek, vagy egy kettőre, még a név sem volt, mert az egy ilyen hosszabb folyamat volt, mire ez nyilván, mire ez egész kialakult, és más is volt a nevünk. És akkor eltelt 30 év, mire eljöttünk először Budapestre, tudom, és Halmos Béla bekonferált minket valahol a másik téren, hogy hol lehetett. És akkor már, akkor, az akkor már, akkor belém hogy itt van Budapesten, és mindig azt mondják, hogy Tilinkó, mert úgy hogy Tilinkó, egy hegedűs lány, aki nem akart játszani a de ő keresztelte a zenekart, hogy legyünk Tilinkók, és mindenki, ez zavar, zavart, mert Tilinkó meg nem is volt a zenekarra. Miért Tilinkó, a vagyunk, egy, kettő, Fehérváron már van Tilinkó, hát ez, ez <laughs> no És akkor ott nem és akkor ugye a Gimes táborba, a Gimes úgy hitták, hogy tábor, főiskolások, egyetemisták, oda jöttünk össze minden évben. egyszer, Gimes vár, vára alá, tudod, ilyen faázak. És a falu és a vár közé úgy három napot eltöltöttünk nagy boldogságban. És azt tudják, hogy hogy hívták, hogy tábor, vagy művelődési tábor, hát most már nem tábor, az most már fesztiválnak hívják, ez ugyanaz. Hm. És, és mi nagyon jól éreztük ott magunkat. És akkor azért mondtam nekik, hogy figyeljetek, hogy tudom, hogy mentünk a színpadra, és Béla, hogy na akkor hogy be a benneteket? És akkor mondom, hogy hát azért ezt most már ne. Egyenlőre mondjuk, mondjuk be azt, hogy Gimes, hát ez jó, szeretjük a száját. És akkor Gimes, és akkor mondta, hogy Gimes együttes. És így született ez a név. És hát aztán lehet, hogy az indulás nem volt olyan könnyű, meg lehet, hogy ahogy mondod, hogy fokozatosan kellett mindent felépíteni, tehát azért nagyon messze jutottatok játszottunk már közel fél millió embernek is. Uh -huh. Szerintem ez kevés zenekarnak adatott meg. A világba, mert volt ilyen, október 23-án, azt mondták, hogy több mint 450 ezer ember van, vagy ez közel fél millió. Nyilván a, az utcák, amik jöttek be a kosú térre, azokon is tele az emberekkel. És akkor egy tízezer ember tud az ember befogni, maximum fizikailag, valahogy a személyével, hát a többit nem. Tehát ott a hosszú utcákon is végigálltak az emberek zászlóka a nemzeti ünnep alkalmából. Folyamatosan egyre több olyan esemény érték mellé odaállsz, amiről azt gondolod, hogy fontos teret kell neki adni. És akkor te teremtesz teret, meg zenét hozzá. Mondok példát, a Készfogás az, az a dal, amit, és ez a te kezdeményezésed, hogy legyen egy olyan esemény, amikor a Nemzeti Összetartozás napján, vagy egy nappal előtte, vagy a környékén, ez a lényeg, valami szimbolikus helyszínen, nem csak te, nem csak az együttes, hanem nagyon sokan. Együtt elénekültek. Legutóbb például, ha jól tudom, akkor a Komáromi Erzsébet hídon volt. Ezred magaddal énekelted ezt a dalt. Hm. De volt már más alkalom, sőt, még a Covid se tudta megakadályozni, hogy létrejöjjön ez az esemény, mert akkor online szerveztétek meg. Ez hogy, honnan jött az ötlet? Miért, miért akartad, hogy legyen egy ilyen esemény? Egy ilyen szimbolikus esemény? Nos, ezt is a közönség mondta. Igazából. Hm. Tehát a, idén a Veszprémben történt ez, óvisokkal, tavaly a hídon, igen, tulajdonképpen ö, ég és föld között, majdnem azt mondta, égés víz közt, lebegve, igen, 500 kom, délkomárom és 500 révkomárom gyerek találkoztunk ott a híd közepén, igen, egy készfogásban, de azelőtt meg a Szent Koronával énekelhettem. A házelnök úr ezt megengedte, és nem a rendszert, és úgy tudom, hogy nincs is még élő zenész, aki a Szent Koronával uh -huh. nak énekelhetett volna. Ezt a készfogást, ezt elénekelhettem 15 gyönyörű kis gyermekkel aznap, tehát június 4-én a Szent Koronának énekeltük, uh -huh. de ezt tudnék el, az, van egy helyszín, ez igaz. Na de, az emberek ezrei, tízezrei, és most már mondhatom, hogy százezrei. Ö, otthon, helyben éneklik, hát nincs is mód, hogy összejöjjünk, nem is kell, ilyen értelemben, hanem mi egymásra gondolunk. Mm -hmm. És akkor egész Kárpát-medence szerte, de nem csak Kárpát-medence szerte, különösen a pandémia alatt, aztán mivel online volt, megszólítottuk, megszólítottam az egész világmagyarjait, mert hiszen az Egyesült Államokból távol keletről, ö, ö, és ö, Izlandból is például jöttek videók, ahol megmutatták, hogy ők június 4 velem, velünk együtt énekeltek. Uh -huh. Tehát ebben az a szép, hogy mindenki helyben iskola, de nem csak iskolák, óvodák. Tehát kijön 15 óvis énekel. Uh -huh mindenki videót küld. Nem tudom, hogy meddig fog ez fejlődni, de ez most már nagyon komoly méreteket öltött. Ezt azt akartam már csak mondani, hogy ezt én tudatosan most már akkor fölvállalom. Hát, hogyha ezt, ezt az édes terhet tették rám, a kárpát medencéjek vagy a magyarok, akkor ez most már egy mosolyogba boldogan, de izgatottan. Vállalom. Lehet azt tudni róla, hogy zeneszerzőként Bach nagyon fontos neked. Mm. Nyilvánvaló a hatása. Sokat foglalkoztál is vele. Sőt. De ugyanakkor lehet azt mondani, ha meg a népzenei eh, ihletettségű részt nézzük, hogy Kodály és Bartók örökösének is valhatott te magad egyértelműen. Teljesen, teljesen így van ez. Hát jó, hát több rétegű ez. Alapvetően, eredendően én Bach-kal kezdtem foglalkozni. A népzenével már a gimnáziumban, 13 éves múltam, tehát éppen 14 lettem már, tehát még gyerekként, hát én majdnem elmentem az asztal alatt. Akkor engem már kilöktek egy hét zenekar elé, azt vezettem négy évig. Egész estés műsorokat. És akkor is úgy volt, hál' Istennek, hogy tulajdonképpen soha nem mondták, hogy egész estés műsorokat fogsz Tomika levezetni egyedi, te leszel a prémás. Ha ezt így akkor mondják, akkor én azt mondom, hogy viszonylatás, és elfutok. De ezt így nem mondták, hanem ezt egy szépen, egyszer csak úgy benne a közepébe. Már egész nyáron próbáltunk. Tehát akkor már a népzene elég erősen megérintett engem, még az erdélyi vonos muzsika is, de ez egy esztrát csoport volt, a homokorát is játszottuk. Hát jó, hát ez volt a tanár úrnak, a tanár elvtársnak, az még ugye, pukkai tanár elvtársnak ez volt a... Ö, tehát, hogy ő, ő, minden nevű volt, és akkor az esztrát csoport játszott, ezt azt is, azt is. Azt is. Úgyhogy játszottunk, hogy minden a népzene már ott volt, a néptánc természetesen ott volt, és meg a helységkalapását is eljátszottuk, mert az is volt, és én is játszottam benne én voltam a hegedűs, a primás, egyetlen egy sorom se volt, de kint voltunk De ez isteni volt. És nyilván Petőfinek a humorát, tehát jó, most egy kicsit ugrálok és kapok, kapkodok, de nem tudom, hogy van-e igazából zsenialitás humorérzék nélkül. Mert az, hogy Petőfi, ahogy, ahogy, ahogy a magyar nyelvet nekünk mutatta, annál egészségesebben, egyszerűbben és csodálatosabban talán senki. Miközben én akkor már gimnazom lehet, hogy olyan humorérzéke volt, tehát nem tehát visítás nélkül nem lehet kibírni a helység kalapácsát. Tehát ahogy, és azt mondom, hogy jó, hát már 18, 19, 20 évesen, 26 éves koráig, ugye ez megírta a világot, de közben, humor, de ilyen humor, tehát hogyha senki, ha úgy gondolja bárki, hogy a Petőfi, hogy a, nem tudom, moly szagú, vagy könyvtárszagú, vagy hogy ez most már nem tudom, a régi, vagy polos, akkor vegye elő, csak, csak azért is, csak, a, csak, a, csak, azért már a én kedvemért, hogy higgye el, vegye el a helység kalapácsát, nézze meg YouTube-on, szerintem számtalan földolgozás van, meg ezt kell olvasni, de legjobb, ha olvassa. Tehát ott visítok, olyan, olyan humora van. És akkor na itt jön így teljesedik ki egy géniusz, amikor ilyen humora van. Hát ez, ez, megdöbbentő. És azt akarom mondani, hogy és aztán elkapott engem Bach, igen, annak is a sakonja, mert a Bach ugye írt hegedűre, ő hegedült is, állítólag a sakon nem is tudta játszani, van nehéz, de azért megírta, és ö, az elkapott engem, és akkor én négy évig gyakorlatilag ö, engem már úgy lesajnáltak a kollégiumba, a koleszba, mert mentek, mentek, a kocsmába, nyilván a diák élet az azért ott is nyitran, persze forte, és zubogott, és buzogott. Én meg ott maradtam a szobában gyakorolni, bachot, főként a sakont, és, de hogy megbocsátották nekem, hát gondolták, hogy valami baja van. De még a jó is azt kérdezte, hogy miért gyakorolsz ennyit éjjel, reggel fél ötig. mert fő, fő munkába, és én még gyakoroltam reggel fél ötig, mert világos Miért csinálod tulajdonképpen, Tomi. Nehogy azt hitt, hogy nem tudjuk, mondta a harmadik szinten aludtak fönt, én meg lent a pincébe. Ezt nehogy azt hitt, hogy nem halljuk. Mi akkor kimentem a kamrába, főfedeztem a meleg vizet, ott voltak búzazsákok, mm. és arra ültem rá. Mm -hmm. Ugye, fő, 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 fő a babzsákot, mert milyen kényelmes. És aztán ott egész szakba, akkor ott gyakoroltam nyáron, és megkérdezte egyszer tőlem, hogy tulajdonképpen miért csinálod ilyen beteg módjára. És mondtam, hogy nem tudom. Én nem tudtam, csak nekem kellett. Uh -huh. ö és azt ö akkor én vezettem ki. Mai napig megvan kicsi naptár, ekkora, zsebnaptárocska, és abba írtam minden nap, hogy meggyakoroltam ott van, tehát a legtöbb az 12 órák voltak, de 6 óra, 6 óra kevesebb volt, akkor súlyos eltérésmestfújdalásom volt, nem tudom, hogy miért. De ezzel a 6-8 óra az általában össze, de ebben a zenét nem számoltam bele soha. Aha. Tehát, ami előadásunk volt, a próbánk volt, a gimessel, akkor ezt nem számoltam bele, azt nem vettem, azt, azt nem tartottam annyira komolynak, hogy én ezt hegedű gyakorlásba beleszámoljam, mint csak a klasszikus zenét. azt És akkor még mindig kevés volt. És volt egy probléma, hogy a futball az el tudott hívni, a gyakorlástól. Uh -huh. És ez gond volt nekem, mert amikor tudtam, hogy most már fél óra múlva foci lesz lent a koleszba, a betonon, és nekem muszáj oda menni, és akkor oda többször. És aztán gondolkodtam azon, hogy hogyan ez ezt, ezt, ezt orvosolni, és akkor volt egy francia barátom, bizonyos Michel Montanáról, most már nem a barátom, de akkor az volt. És akkor mondtam neki, tudod, mi ezen gondolkodok én, hogy hát a hogyan lehetne ezt megcsinálni, a foci, mert a foci elszólít, és akkor rájöttem hogy ha kiszúrom a szemeimet, akkor már nem tudok menni focizni, mondtam neki. És ő azt mondta, és ha becsukod, tudod magyarul, és ha bácsukod, jó, igaz. Igen, ezzel nem gondolkodtam komolyan. Uh -huh. Már a kiszúráson? Igen. Igen. Igen, mert nem, 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 nem volt meg a 12 órában, és, és ez foci miatt. De, de, nem, de nem volt meg egy ilyen, ö, ezek szerint egy ilyen kész, komplet gondolatmenet, hogy ha el akarsz valamit érni, és a legjobb akarsz lenni valamiben, Igen. akkor ahhoz bármekkora is a tehetséged, irgalmatlan szorgalom és rengeteg gyakorlás kell. Hát ezt. ezt én, én csak érezted. Én, azt, én a, a, egyáltalán azt se akartam, még színpadra sem akartam a sakonnal állni. Tehát még az sem volt a célom. Mondjuk, most Csak már mondjuk el annak, aki nem ismeri annyira, vagy zenében nem annyira jártos. Hát Bachnak -na, Bach vannak hegedű partitái és szonátái. Hegedű partiták, szonáták. De ez a Háconne CH-val kezdődik. Okay. Haconne két ennel. Igen, Chacon, ha beír, ez egy francia tánc. Uh -huh. mindegy. És ő tánceritmusokra uh -huh. így nevezte el ezeket a, part, ezeket uh -huh. a partitáit és, és szonátáit, és akkor Zsigg meg szerebend, meg ilyeneket. Azért egy pillanatra még hagyd térjek már vissza a készfogáshoz, és a nemzeti összefogáshoz, és fog ez kapcsolódni, amit felidéztél a fiatalkorhoz, sőt a gyerekkorhoz is akár. Mert, mert azon gondolkoztam, hogy nem azért gondolod, de te ezt ennyire fontosnak, ami mellé ennyire odaállsz, mert úgy érzed, hogy vannak helyek, ahol veszélyben van a magyarság. És hogy ez az életedben egy tapasztalat is volt tulajdonképpen. Elmondom, hogy mire gondolok. Az egyik legutolsó klip, amit fel lehet a YouTube-on fedezni, az az Otthon vagyunk című dal, amit, ha valaki nagyon figyel, és látja az egyébként nem magyar nyelvű nyilván a helységnévtábla Csitár községben, faluban forgattátok. Na most, hogyha van olyan névdal, amit talán minden gyerek ismer, akkor az a Csitári hegyek alatt. Tehát ez nyilván egy szimbolikus dolog, hogy igen, Csitár megvan, ott van. Rosszul érzem én, hogy ebben a címben is, meg ebben az egész gyönyörű szép dalban, a szövegben, a videók, nagyon fontos, hogy milyen képeket látunk közben, hogy az egészben én mit, hogyha éreznék egy egész pici, bocsánat a szóért, dacot. Tehát, hogy valamit, hogy igen, mi itt itthon vagyunk. Akkor Absz jól érzem. Abszolút, ahogy az angol mondja, ugye? <laughs> Na most hívd, nekem többször mondták azt, hogy te vagy az egész, aki magyar. Van ebben valami... Mert a házunk után, az, a, tehát a Galánta legészakibb részén lakunk, utána a következő falu, az már szinte színszlovák uh -huh. egyébként. És én kérdeztem is a volt uh, irodalom tanáromat, Galántai volt, hogy, hogy uh, tanár úr, mondja már meg, hogy hol volt az a Bécsi határ? Mert tudom, hogy a ugye Galánta még 39-45-ben, 36-45-ben megint Magyarországhoz tartozott. Uh -huh hol volt az? Mm. Na, a te már nem esik bele. <laughs> tehát, igen, az igazság, hogy én kisebbség létben élek, ott szocializálódtam, én 5-6 éves koromig meggyőződésem volt, hogy én Magyarországon élek. Tehát mm. olyan szín magyar faluba, év községben, 950 lelkes, de mind az, sértő, tehát ezer. Mm -hmm. Lelkes pici faluban nőttem föl, és e, talán egy vagy két szlovák család volt csak. De ott az egész egyébként színmagyar környezet. Hogyha nem is tudtam, még el nem kerültem a zeneiskolába, igazából másodikos koromba galántára, na ott már beszéltek szlovákul, és akkor azért néztem körül, hogy hát ugye, akkor most az hogy van ez? Tehát én annyira színmagyar környezetben én, ö, szocializálódtam, és aztán nyilván elkezdt, elkerültem a zeniskolába, aztán a gimnáziumba, Galante, aztán Nyitrára, ott meg már nagyon sok volt a szlovák, ott a ütköztünk is, véres verekedések is voltak, de erről novellát is írtam már, amit Reviszki Gábor, csodálatos színész barátom el is mondott tavaly, augusztus 19-én a Margit szigeten, nagyon hatalmas vihar közepette, mert már jött a vihar, de még elmondta. Na szóval, igen, én kisebbségi létben vagyok, kisebbségi magyar vagyok, és lehet, hogy ezért is megbíznak jobban bennem, ami a készfogást illeti. De. Tehát rám bízzák ezt az ügyet, mert tudják a sú, mert én, én érzem a súlyát, én tudom a súlyát, én rám, rám szólnak, most is a te csóba, még öt éve is rám szóltak, hogy ne beszélj magyarul. Például simán. Hm. Miközben a város szeret, és a szlovákok is szeretnek, mert hiszen ö, velük is kommunikálok. Volt olyan dal, hogy szlovákul énekeltem föl egy dalt, kifejezetten egy galántai tanít, tanárnő emlékére, aki a zeneiskolát alapította, egy Matyashoz kért itt na mindegy, ez egy másik történet, miatta is hegedülök, mert ő zongoráról átirányított hegedű, na mindegy, ez egy másik történet, imádtam, szerettem, csodálatos, ő alapította a zeneiskolát, és ez bizony szlovákul is fölénekeltem, egy szlovák sztár ö, ö, hölgyel, Egyébként és a szlovákok azóta megsüvegelnek, de mégis de rám még szólnak. Mégis van ilyen, tehát igenis, van ilyen. És aztán akkor természetesen, ugye az embernek választása fél tíz van este, fáradtan, és én csak egy szót mondtam magyarul. Annyit mondtam, hogy egy. A többit nem mondom, mert ez reklám lenne, hogy mit uh -huh. kérek, egyet. Mégis rám szóltak. Most akkor a, ugye a választás az, hogy vagy, kézen fogom, és akkor elviszem a könyvtárakba, megmutatom neki a térképeket, megmutatok neki közel félmillió magyar fölvidéken, megmutatom mindet személyesen. Nézd meg, ez félmillió magyar itt lakik a fölvidéken. Nézd meg a történelmüket, nézd meg a temetőket, nézd meg, hogy ezer éve kilakott itt, ugye? Vagy pedig mondok neki olyat, hogy napokig nem alszik. De mivel én fáradt voltam már, akkor én a utóbbit választottam. Én már aztán akkor jól aludtam, ő meg nem. De közben a többi magyar, a kasszás hölgy meg láttam, hogy így lehajtották a fejüket, és láttam, hogy örültek, hogy valaki most már szólt neki. Na a lényeg az, hogy én ezt a súlyát érzem, ez egy csoda, de nyilván van egy hatalmas terhe ennek, hogy mi kisebbségben, Szlovákiában, és bizony ez lassú folytásban vagyunk, az olyan, mint amikor a csukának a szájába benyomjuk az újunkat, kifelé már soha többet, csak mindig befelé. Tehát az olyan, hogyha, ha engedjük, hogy folytsanak rajtunk egy iskolával, kevesebb. Egy helység névtáblával, kevesebb. És akkor mindig, mindig folytanak, és az a folytás már nem enged, hanem csak mindig befelé lehet menni. Tehát ezért kell az elején nagyon büszkének lenni. Mert én, nincs más választás, én büszke vagyok arra, de tudom, tudván tudom, és a gőg minden csírája nélkül 7, 8, 9 ezer éves csodálatos kultúránk olyan nyelvünk van, ami teljesen egyedülálló rarítás, az egész világban, nem még Európában is itt. Tehát én boldogan vállalom ezt, hogy magyar vagyok, de emeljük fel, és ezt szeretném mindenkinek mondani. Különben még most választások előtt is, én vállalom ezt. Én a politikában nem szólok különösebben bele, de ilyenkor igenis, amikor magyar kell küldeni a szlovák parlamentbe, hogy az majd küszködjön helyettünk, és mondja, és mondja, és harcoljon, és kompromisszokat kössön a profi politikus, az a dolga, küldjük oda, de küldjük oda, elküldjük oda, akkor mit csinál? Hozzák a törvényeket, most már 10-12 éve nélkülünk a szlovák parlamentbe, és, és, és nincsenek útjaink, és az iskola, az oktatásügyünk, tehát egy csomó, csomó probléma van, és akkor mi van a pedig be Szavaznak. És aztán, hát de, hát de, és a magyarok, hát ezt nem küldtek senkit. Ez hm. nincs is itt. Küldjünk már valakit a könyörgöm. Hát ez az alap. Ezért született ez az Otthon vagyunk című dal is. Erre a klip, ez nagyon friss, meleg, büszke vagyok rá, örülök. Már több mint egy millió megnézték, tehát nyilván, hogy most bizony Akárhogy is a magyar szavazókat Szlovákiába elértem. És ezt most már egymilliószor el tudtam mondani a legfontosabbat, mert már kezdjük elfelejteni, és kezdik kiverni belőlünk, hogy Otthon vagyunk, mi itt otthon vagyunk. Hát mi ne, nem, nem, nem kell halkan beszélni se Pozsonyba, se Kassán, se Zsolnán. Mi itt otthon vagyunk, ez a hazánk. Mi éppen olyan hangosan beszélünk, mint más. És nem kell lehajtani a fejünket, és nem kell szégyelni magunkat azért a legnagyobb kincsér, ami másoknak nincs is. Tehát én csak ennyit szerettem volna ezzel a képpel. Otthon voltunk, otthon vagyunk. Ez alapvetés. De már ebből is néha kopunk ki. Hát, könyörgöm, legalább ennyi, amikor elmegyünk, majd 30-án szavazni a mély fölvidékiek, akkor úgy szavazzunk, hogy ne a fejünkre hallgassunk, hanem a szívünkre, mert az megszólal 30 év múlva is. És ha a szívünkre hallgatunk és úgy szavazunk, akkor másnap reggel így mosolyogva bele tudunk nézni a tükörbe. Uh -huh. Egyébként meg lehet, hogy nem, és ez nagyon rossz. Uh -huh. Feltűnt egy szó, a véres verekedések. Hát igen, volt ilyen. De mondom, szívesen... Az is ezért, mert hogy, hogy magyarul beszéltetek? Ha, vagy ha, 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 ez már elég volt. Ja persze, hát hogy ne, hát nyit rán. hát ahó, hát, nyit rán De leírtam én ezt novellába, nem tudom, hogy a irodalmat mennyire viseli el ez a televízió, de, de, de akkor akár felolvassa valaki, ezt, én leírtam novellába. Hmm. Hát nekem, nekünk jöttek, igen, voltunk tizen, nem tudom hányan ők, meg huszon, valahányan megvártak. Magyar klubot tartottunk ott nyitrán, a dom tetején egy kultúrházba, és akkor fiatal, szlovák gyerekek megvártak, hogy majd akkor. Hát, és akkor valahogy elmagyarázzák nekünk, hogy hát ez üzé. Hogy hát hogy ne, nem így van ez, hogy hány óra van, meg a nem tudom, mi. És akkor dörtek terméskövekkel, meg vas, vas ilyen vasús angyalik voltak, meg terméskövek, és lejtett az utca, rohantunk lefelé, és bo, fő volt bontva. Tudjuk, mi a terméskő, uh -huh. az, hogy ekkora. És tudom, hogy itt villanyoszlopok voltak mellettünk, ugye, és ugye rohantunk lefelé, lefelé sokkal könnyebb dobni egyébként fölfelé. És akkor tudom, hogy így többsz, többsz, többször eltalálta a termés kő a, a betont. És akkor éjjel volt, este volt, és szikrázott a kő. És akkor a hegedűtokot, mert nálam volt a hegedű, a hegedűtokot a fejemre tettem, hogy most ha valakit ott állt, akkor azonnal szörnyet ha hal, az biztos, de nem találtak-e senki. És akkor volt köztünk egy oroszlán, Megmondom őszintén, addig az milyen halkam. Te, tehát ezek így, ezek, a, ezek, a katonák, nem véletlen, hogy a királyok régen falukat, vagyonokat és várakat adtak nekik. Én láttam egy ilyen embert, volt köztünk, így így ment, így beszélt. Szia, ilyen halk? Szia, honnan vagy? Közép-Szlovákia? Nem szól semmi. És amikor jöttek a gyerekek, rohantak ránk, akkor elordította magát. Bába is megvárjuk őket. Tehát, mint egy oroszlán. Uh -huh. És mindenki szót fogadott. És babortak a bokorba, ezek jöttek, és akkor rájuk mentünk. Egyszer annyian a De ahogy a novellában is írja az érzékeny lelkölti költő, hogy a hobó engem meg saját magát is szokott néha hívni, ugye azt írja, hogy ha az embernek igaza van, akkor az egyszeres túlerő nem is olyan sok. Uh -huh. Úgyhogy ott aztán mentek a... Ennek a srácnak például úgy bevérzett a feje, úgy ömlött a vér a fejéből, hogy nem lehetett megismerni. Az, az ritka, amikor véres arcú embert látunk. Ha véres arcú embert látunk, akkor az az érdekes, akkor én akarom, hogy nem ismerni meg. Uh -huh. Eltűnik a, a vonásai. Uh -huh. Neki is eltűntek a vonásai. Csupa vér volt, de nem csak neki. Tehát így a haj, amikor él csomókban... Nekem nem. Nekem nem. Én csak, én csak adtam. És hát valahogy így jött ki. De ő kapott vasbottal, de csak a fejbőrök szakadtak föl. Uh -huh. Tehát nem törtek be. De én párhuzamot a novellámban párhuzamot vodok a Fekete Márciussal. Mert Fekete ugye a Márciusban ugye akkor, ott 89-ben, ott nem csak, a, nem csak a fejbőr szakadt be, hogy ott emberhalálok voltak. Az a címe, hogy a novellámnak most már akkor megmondom, talán már egyszer, hogy Fekete Március, avagy a kopott pulóver titka. Hm. Mert ott volt egy kopott pulóverben egy ember, ugye? Egy cigány, aki amikor már csúnya magyar verés alakult a téren, akkor ugye az oldalsó utcába berohantak a cigányok. Nem tudom, ismerik a történetet. Minden a harmadik ember ismeri csak. És akkor el, el, bejöttek, berohantak a cigányok, és elorították magukat. Ne féljetek, magyarok, jönnek a cigány. Hm. Ilyen is volt. Most ugrok egy nagyot vissza a mába, mert van most egy olyan... Puci Béla, bocsánat, az volt a neve. Megvan akkor a neve is. Puci Béla. Most ugrok egy nagyot a mába, mert van most egy olyan ö, magyar kisebbség, akik talán biztosan mindenkinél nagyobb bajban vannak most a kárpátaljai magyarság. Írtál te egy dalt, Állnak az órák címmel, Wolf Katival éneklitek, ez egy békedal, így titulálták sok helyen. Mm. És uh, hát már az is nagyon érdekes, hogy miért írtad ezt meg, mert uh, ezt elmondtad, hogy azért írtad meg, mert kitört a háború, és akkor te úgy vártad, hogy a művészek majd megszólalnak hát, na, a háború ellen, hát, a béke igen. mellett, ahogy ez mondjuk szokás, hogy szokták mondani. Az éve. Igen, meg a nagy szimbólumok, ugye mondjuk, ha csak Amerikát veszük, Woodstock, meg a bitkorszak Elször, költői. Helle, és hát úgy vártad, vártad, és nem történt semmi. Igen. És mondhatni talán egy kicsit jogos dühödben úgy gondoltad, hogy na akkor te ezt most felveszed magadra ezt a feladatot, Viszont. és írsz egy dalt a háború ellen a béke mellett. Miért nem tette ezt meg senki? Több oka akár Nyugat-Európában, akár máshogy. Több oka van ennek. Egyrészt a mainstream, egyrészt mert a, mert a mainstream azt mondja, hogy most jó a háború. Elég furcsa hangzik, amit mondtam. Szerintem elég furcsa hangzik, amit mondtam eleve. Hát Márpedig több, ez, mint abszurd, igen. Már ez pedig mondani. ez az igazság. Ugye? Akkor egy csomóan bálnak már mögé az Egyesült Államokban is. Egy csomóan gyávaságból. Uh -huh. Nem mernek. Ö, egy csomóan meg azért, mert úgy gondolják, hogy ez egy videójáték. Messze uh -huh. van, és ez egy videójáték, Mert úgy tűnik, mert a híradokban látjuk azt, és ugye a híradokban a, a műholdaknak nincs hangjuk. És uh -huh. látjuk azt, hogy a műhold fölvétel mindig néma. És, akkor megy, és ott megy valami, meg vannak, mennek valakik, és egyszer csak, úgy, csak úgy valami föllángol, némán, és akkor már ott megszűnik az a... Egy kis porfelhő látszik, ugye? Igen, Igen, és megszűnik az az ember. És akkor szerintem sokan úgy, úgy, is gondolják, hogy hát ez tulajdonképpen olyan, mintha hát drónok mennek, sofőr nélkül, hát ez ilyen videójáték. De nem az. De nem az. Több száz ezeren haltok már meg. Magyarok is meghaltak. És magyarok is, igen. Magyarok Kárpátai is. magyarok. Igen, igen, igen. Az meg különösen, az meg különösen fájó, hogy mennyire érintettek ők. Igen. Hát mondjuk egy februárban, nem februárban, március legelején, ami nagyon hideg volt, akkor már ö, sikerült egy koncertet összehozni templomban, mert írtam egy misét én, a Missa Missió, azt eljátszottuk, és akkor gyűjtést szerveztünk itt Budapesten, meg templomban, a Nagymező utcában. Sajnos nem tudom a nevét. Elnézést kérek, érte pedig nem szívesen kérek, és nem sokszor elnézést. De ott aztán gyűjtést szerveztünk, úgyhogy a belépőjét is el tudtuk küldeni, és a katolikus egyház szervezte meg, hogy ott hoztak ajándékokat, ajándékokat adományokat, uh -huh. tartós műszert, ruhát, ami akkor nagyon kellett március elején, egy pár hete folyt a háború. Hát most meg már másfél éve. És most meg már másfél éve, és azért mondom, hogy hát én azt hittem, hogy nem tudom, valami ráhagyással szólalnak majd meg a művészek, és nem szólaltak meg a művészek, és Magyarországon sem. Bocs. Vagy igen? Nem. Utána már igen. Ezt akartam kérdezni, hogy elérted, amit akartál? A legfontosabb ez az, az volt, hogy majd mások is megszólalnak akkor. Uh -huh. Hogy hiszen lehet látni, hogy én éve maradtam. Igen, nem bátott senki Ekkora én, a félelem? Én, hát Amerikában igen. De, I... Hát nálunk is, nálunk is nyilván akkor nálunk is van valami. Igen, igen ilyesmi, ilyen félelem van. Ö, nálunk is, meg nyugat a végkép. Hát a sajtószabadság és Nyugat-Európa, ezeket ne, nehogy már egy szinten ne, emlegessük, nehogy már, te nehogy már. Tehát ez egy horribilis. Tehát a sajtószabadság az elmúlt a Nyugat-Európába. Ezt mondom én, aki beszéltem ottani emberekkel, ide lőjetek, gyertek és kérdezzetek meg engem, ha nem hiszitek. Vagy menjetek oda, ha nem hiszitek. Azok, akik most azt mondják, hogy ez nem igaz, de igaz. Meg kell tapasztalni. Na, az egyszerű embereket kell megkérdezni, nem a sajtót, aki amúgy is hazudik. Hát akkor a hazugtól hiába kérdezzük meg azt, hogy, hogy igazat-e mond, mert ő azt mondja, hogy igazat mond. Na. Tehát igen, az már elmúlt. Innen van félelem. Aztán nem mernek szólni emberek nagyon sokan. Így van. Tehát, és Magyarországon is, nem tudom. De lettek követői a dalnak a gondolatnak? Nem nekem, nekem kell követő legyen a, a, a gondolat, a dal maga, meg az, hogy... És, és az egész dalnak tulajdonképpen csak egyetlen egy mondat a lényege. Ne lőjetek ma már. Csak ennyi. Csak ennyit kérünk. Halkan ez egy ima, ez egy halknóta. Nem üvöltünk, nem csapkodunk, nem lövöldözünk, hanem csak halkan. Ugye, kell a sejmes hangján, uh -huh. finom fátyolos hangjával együtt mondjuk azt, hogy ne ma már. Valahogy, ö, valahogy ez, ez lenne, hogy annyi csodálatos ember elmegy abból a családból, mindegyes családból, és annyi csodálatos ember nem jön vissza. Soha. Soha már nem jönnek vissza. Ettől nagyobb katasztrófa. Tehát itt van a szomszédba. Tehát bele lehet gondolni, nem olyan nehéz. Emberekkel lehet beszélni, akik jönnek át a határon, akik látták a háborút, ami ott folyik. Iszonyatos, Is iszonyat, ami ott megy borzalom, borzalmak, borzalmai folynak ott, és azt már élő tanúk el tudják mesélni. Ezek után talán akkor könnyebb azt mondani, hogy ne lőjetek ma már, csak ennyi. És most már bizony voltak zenészek, színészek, akik megszólaltak még. De azt gondolom, annak az emberek, a színpadon ez dolga, mert az véleményt alkot, ha akar, ha nem. Lehet, hogy nem akar, ő nem akar véleményt alkotni, akkor is alkot. Hát biztos, hogy nem. Amikor kiáll egy színpadra, és akkor azt, ha egy ember kiáll és hallgatják nyolcan, az már véleményalkotás. Vagy ha 800 ezeren, akkor az van mindegy. Akkor is. Tehát az ő véleménye akkor már erősebb. Uh -huh. Tehát akkor igenis, meg lehet szólalni. Bátoran jelentem, hogy ezt a dalt én novemberben írtam, meg azóta nagyon szépen az mtv felmutatta fölmutatta az én platformjaimon és fórumaimon is fölmutattuk, nagyon csodál, rengetegen nézték meg. Egy rossz szava senkinek nem volt, komolyan mondom, egy rossz szava senkinek nem volt. Ö, ha is volna, de nem, elmondanám, de nem volt. Mm. És meg aztán annyi kommentet kaptunk, hogy már az igazság, hogy kaptam, hogy már, hogy már elolvast is nehéz. Hál' De, de éve nem lett, semmi baj azóta se. Tehát ha valaki megszólal, ne féljetek nyugodtan, vagy ne féljetek, ahogy mondta második János Pálpába, vagy ahogy mondta Jézus Krisztus. Ne féljetek, az ő, szavaik, az ő szavaikat halkan, érdemtelenül, pirulva, hadd ismételjem én is. Benned honnan van a bátorság? Hogy nem félsz. Hát, ki mondta azt, hogy egyszer bátornak kellett lennem, úgy féltem. Tehát nem bátor akartál esetleg ja, lenni, csak. Mon, monta, nem, monta. nem bátor akartál lenni, hanem. hanem de ez így hanem szugort, nem De a föl, fölháborodás csak annyi. Uh -huh. Tehát ö, félelem. Szerintem, a, aki már nincs félelem, az ö, szociopata. Vagy nem tudom, ott van valami gond van. Uh -huh. Hát mindenképpen van szerintem. Hát be nem is van, hogy de De a fölháborodás erősebb. Uh -huh. Vagy nem tudom, most az győz egy pillanatra olyankor. Vagy, ö, vagy, mi, vagy mi, ki mit árthat még nekem? Tehát nem hiszem én azt. Nem, hát köszönöm szépen, én már el vagyok. Most mit? Tehát nem értem. Tehát mi nem mondhatjuk ki. Ö, 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 Nyíltan? Ugye, el, 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 hogy mondja József Attila, el, el, eltemetnek úgy is. Vagyis, hogy... Ugye? Hogy mondja? Miért Tehát... ne legyek tisztességes? Igen. Igen. Tehát a vége úgyis ugyanaz, akkor mondhatunk igazat is, és ha lehetünk néha határozottabbak is. Nem történik semmi. Ö, akkor se is, ha történik hát akkor történjen. Na, hát akkor így jártunk, de akkor is kimondtam az igazat is. De. És ez kiterítenek fontos. úgy is. Na, ezt köszönöm szépen. Én... Igen, kiterítenek úgy is. Ez a vége úgy miért is. legyek én tisz, Miért ne legyek tiszt, És miért ne legyek kiterítenek, kiterítenek úgy is. Is. Hát akkor persze, ennyi. És jó, én láttam már Varó karjút és sok, én már bejártam közel 30 országot, láttam én már ugye sok mindent, és én innentől már ebből a tapasztalatból merítve, meg gondolkodva. Én már elmondom hmm. azt, amit gondolok. Nem érdekel ezzel. De nem történt. Sőt, az emberek szeretnek, jönnek oda, kommentelnek. Sőt, bocsánat, csak mert annyira kapcsolódik, amit Igen. mondani akartam az imént is, hogy mondtad a visszajelzéseket, hogy egy rossz szó nem volt a háború ellenes dalhoz sem. Üh, beszelt, ugye abszolút dologra beszélgettünk, hogy háború dal itt ellen valaki szólna, de Na, igen. Jó, igen. jó. De elméleted a misét, a missziót. A misszió benne van, hogy ez is tulajdonképpen a valami melletti kiállás volt. A kereszténység a legüldözöttebb vallás. Igen. Ez volt az a gondolat, amin ez a mű megszületett benned. És hogy kaptál te olyan visszajelzéseket, hogy meghallgatták, ha jól tudom, akkor a pandémia első a 2020 őszén még meglehetősen szigorú keretek között lehetett csak megtartani a bemutatót Szent István Bazilikában. Igen, igen. utolsó pillanatban még, még Istennek tetsző lehetett ez, mert igen, mert tizen... igen. Okt október 17-én bemutathattuk, igen. és október végén már teljes zárás volt. Igen. És hogy kaptál olyan visszajelzéseket, hogy beült valaki, és azt mondta, hogy ő nem hívő, de végighallgatta. Volt olyan, aki azt mondta, hogy úgy elkezdtem sajnálni, hogy nem. Hiszek. Volt -e, aki azt mondta, hogy, vagy azt írta, hogy én meg úgy elgondolkoztam, hogy lehet, hogy akkor, akkor mégis van valami. Ez volt a célod? Ez is. Ez is nyilván. De, nem, de alapvetően nem. Alapvetően ez, ez evangelizációnak hívják, amit én csak később tudtam meg, hogy ez tulajdonképpen az. A jó hír terjesztése igazából. Ugye ezt, hogyha lefordítjuk és, 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 ez és Tehát egy csomó ilyen volt. Nem egy, mert egy példát ne ragadjunk ki, mert egy fe, egy fecske bizony, hogy nem csinál nyarat általában, de, de élőben játszottuk vidéken is, és tudom, hogy 40 pluszos hölgy is odajött a barátnőjeivel a koncert után, de mi, de mi csak szenéltünk. Ott nem volt vers, nem volt semmi. Egy koncert. Uh -huh. Nyilván szigorúan tartva ugye a katolikus mise liturgiáját, Muzikáltunk 55 percet, utána odajött jött hozzám, koncert után már kint voltam a templom mellett, oda hozzám, és sírt, és nyakamba borult, és azt mondta, most már biztos, hogy van Isten. Hát éneket kaptam, nem egyet, nem kettőt. Úgy, hogy igazából mondom ösztönszerűen. De aki, aki ha, tehát, de ez, ez, ettől sokkal egyszerűbb is lehet. De tudom, hogy ezt fordítani sokkal egyszerűbben is hogy valaki mennyire tud hinni, vagy mennyire nem tud hinni, vagy mennyire akar, mennyire nem akar, hogy mi az a hit ma, és ez ugye nagyon 2023-ban ez nagyon szertelgazó és nehéz, hosszú vitákat is eredményezhetne, ne? De rövidre tudom én ezt zárni. Igenis hatalmas merítést csináltak Európában. Mindent megmérnek, hát ezt is megmérték. Megmérték, hogy a hívők és a nem hívők életkorát. Uh -huh. És a hívjuk tovább élnek. Uh -huh. Tehát hinni egészséges. Ennyi. Uh -huh. ez, 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 a, ez a mi valónk, ezek szerint. Erről a kereszténység veszélyeztetettségéről is van olyan saját tapasztalatod, mint mondjuk az imént, amikor a magyar ellenességről beszélgettünk? Mert ugye nagyon könnyű azt mondani, hogy mondjuk egy távol-keleti országban, ahol egy másik ellenséges vallás többsége mellett kisebbségben van a kereszténység, ott könnyű elképzelni a veszélyeztetettséget, mint életszituációt. Na de mi van Európával? Mondod ezt a felmérés például, Második világháború után évtizedekben tizedekben ugye nagyon felerősödött a szekularizáció, ez az egyik dolog. Emellé ugye az utóbbi évtizedekben nagyon felerősödött az illegális migráció. Ezzel kapcsolatosan is van, volt ö, saját élményed? Ez folyamat, ez nyilvánvaló, látjuk, látom én is, csak a vak nem látja, hogy ahogy gyengül egyébként maga a kereszténység is Európában, sőt, hát ö, ö, elég sok prognózis Egyöntetően mondja, hogy Európa-Iszlám lesz. Cserébe Egyesült Államok meg Katolikus délről, ugyanis uh -huh. jönnek a katolikusok, megállíthatatlan. Ez, ez evidenció, hogy gyengül a kereszténység. Hát ne nézzünk bele ezekbe az országba, ugye Hollandia és Dánia, Belgium, ahol a templomokat van úgy, hogy lebontják, mert még tehát szórakozó helynek sem felel meg, hogy senki nem jár bele. És láttam olyanokat, hogy bontanak le vasgolyóval templomokat, mert sokkal drágább föntartani. Fönntart tehát ez most már így, ez a mosoly, ez, ez, ügyekes erő. Uh, tehát ez, 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 egy ténykérdés. Uh, ez nyilvánvaló. De minden mellett csodálatos, kívülbelül gyönyörű keresztény emberek, még milliói lakják még Európát. Hát én felejük fordulok, Alapvetően. És akkor egy karácsony lemezt is írtam erről, az a cím, hogy Európa karácsonya, ez erről szól. Mert az, a, a nyugat-európai karácsonydalokat gyűjtettem benne össze. Miközben nyugat-európában folyamatosan egyre erősödő vita van, hogy ez a polgármester tiltja be a karácsonyfájást. Az a, meg a, ne is legyen karácsony, sőt, ne is hívjuk karácsonynak, mert sérti a nem keresztény hát, érdekeit. Hát, ódom, hát, ódom. Igen, igen. Tudom, tudom, tudom. És akkor, akkor, akkor te összegyűjtötted a, a európai karácsonyi dolgokat. Igen, igen, igen. Különben ez is egy inga, mert minden inga. Szerintem ez is visz, lendül majd vissza, ez, ez, ezek túlzások. Most már sok mindenről beszélgettünk, a nemzeti összetartozásról, a hitről, de az a szélső liberális mainstream, fősodor, amelyik nem csak a hit, hanem az ehhez kapcsolódó nagyon sok más hagyományos érték lebontásán is dolgozik. Üh, nyilván a hittel összekapcsolódnak ezek, vagy éppen támogatják, vagy belőle fakadnak, mint a szeretet, a haza szeretet, akkor, ha már szeretetről beszélünk, a család, megint csak a szeretetről beszélünk, ugye a legkisebb üh, egység. Tehát ugye mind, mind, minden arról szól, hogy, hogy, hogy ez, ezeket lebontani, pusztítani, megsemmisíteni tévében, interneten, mozifilmben, sorozatban, sok, sok, felé. Neked is ezt látom. Még, még még hajjal, Igen. igen. Látom. Van. Igen. Látom. Szerintem ellopták a, a liberalizmus szót magát, ellopták, uh -huh. megerőszakolták, és, és most már ez egy szitok szó lett, ez, ez, ez most már nagyon csúnya valami. De ki, ki kellene találni valami mást rá, mert eredetően a liberalizmus igenis építő jellegű volt, és igenis, igenis a szabadságot támogatta, és igenis kellett, és kellett, hogy friss levegőt kapjunk, ez még több száz évvel ezelőtt. Valami aztán történt, egy olyan dolog történt ezzel a liberalizmussal, ami Eddig még soha. Ezért mondom, hogy ezt máshogy kéne hívni. Megjelent az agresszió. Mm. Az agresszió, ami soha nem volt tulajdonsága a liberalizmusnak, most már az. Neked is azt tett, hogy még És első, az ki nem vagy az az liberalizmust hogy ne ez a szó. Na, igen, nyilván, igen. Te költő vagy, tehát nyilván szavakkal is mm. folyamatosan igen. bánsz, hogy ezt a igen. nem túl idejülő szót használjam. Tehát hogy nyilván az rendkívül fontos, hogy szavakat kisajátítanak. Persze, saját persze. értelemmel já, látják el, és... Most már ott tartunk, hogy bocsánat, És adó... akkor esetleg az is átveszi, aki, aki, ebből, aki ezzel rosszul jár. Tehát mondjuk például ilyen szó, a, nem is annyira haza szeretett, de mondjuk például lassan a nemzet, vagy a nemzethez igen, tartozás igen, is igen, nyilvás. igen, igen, persze, persze. Igen, cserébe aztán ezt is prób próbálják szitokszónak váltani. Igen. Megnyerhetőnek tartott ezt a csatát? Vagy nem kell ezen gondolkodni, kell tenni a dolgunkat, és akkor majd... Én ezt nem is. Én... Akkor csak annyira annyira, csak csod, annyira nagy csodálat... Annyira nagy csodálattal vagyok Jézus tanításai iránt, az, hogy ő hozta be először a szeretetet. Ebbe a, ebbe a csúnya, megszomorodott, agresszív világba ő szeretettel világított, és az... És azt nyújtotta át először. Tehát... Ezért én nem is, soha föl nem érhetjük, de nem is ez a cél. De utána meg menjünk, mert nagyon fontos, amiket mond. Most is mondja őket, egyébként most is itt van. És ezért én nem is tudom ezt csatának, se harcnak, se háborúnak hívni, mert én annyira az agresszió ellen vagyok. Tehát nem, én ezt nem, nem csípem. És igenis, védekezésből az ember aztán visszacsap. Lehet, hogy erősebbet, mint amit kapott. Mert engem úgy tanítottak a falun. De ne, de ne, de hadd ne kelljen. Ez, ez, én ezt nem tudom háborúnak venni, ezt nem tudom harcnak venni, hanem igenis, igenis mosolyjal és szeretettel. Nem arról van szó, hogy dob vissza kenyérrel, ugye nem arról van szó, mert ez nagyon ma már, ma már legyi, rá legyintenek, és az én falusi világom is, onnan jövök, nagyon szigorú világot, ott is legyintettek erre. Igenis, de akkor se ne harcoljunk, mert akkor lehet, hogy az agresszió mellett így el tudunk menni egy mosolyjal. Én azt gondolom, ha valaki harcolni akar velünk, és már pedig akar, az nyilvánvaló, akkor ott mindig az övé az agresszió. És aki kard által... Ugye? Kardot ragad, igen. Aki kardot ragad, az kard által el. Ez viszont nagyon uh, fontos. Én nem, nem azt gondolom, hogy háborúzni kéne, és harcolni kéne. Ne, ne, nekem ez nem a harcol szól. Ezek, én muzsikálni akarok. Csodálatos verseket írni, mosolyogni, és amikor egymás felé fordulunk, és hogyha sokan nem fordulnak ide, de ha vannak, mert vannak, milliók és milliók, hogy ide fordulnak egymás felé, most például itt magyarok, egymás felé fordulunk, az mindig olyan, hogy egymás, tehát nincs is, nincs aki ide forduljon, nincs is segítsen, de mi tudunk, rengetegen vagyunk, 14-15 millióan, ide fordulunk egymás felé, az borzasztó nagy erőt ad. Mert azok, akik nem fordulnak ide, vagy esetleg háborúzni akarnak, vagy harcolni akarnak, vagy csatár, ők mind, ők mind szét vannak aprózódva. Ebből számtalan példa van. Nyitrán, egy erősen szlovák környezetbe többször előfordult velem, hogy kis csapatokat kellett alkotni, és mindegy is mér, vagy egy honvédelmi versenyek, és, nem tudom, és akkor voltak csapatok, és akkor nyilván, hogy a magyar ugye, csoport, voltak sok szlovák csoport, és a magyar csoport, hát akkor mi is alkottuk egy csapatot. És ott mindig megegyezték, mert mindig megnyertük. És mindig megegyezte a szlovák tanár, hogy igen, mert ők összetartnak, mert ők kevesen vannak. Hm. És mi meg sokan vagyunk, és nem tartunk össze. Hát akkor kovácsoljunk erőt ebből mi magyarok. Van még két alkotás, amiről szeretnék beszélni veled. Az egyik, nagyon más, mert egy teljesen személyes tapasztalatra, vagy területre. Nem, nem tapasztalat. Terület. Egy nagyon személyes területre visszállt minket. Ez a sósósó, méghozzá annak a lemeznek. Ez a nagyon vidám, nagyon táncos, tényleg tánc után kiáltó, ritmusú zenéje, amire ha nem figyel oda az ember, hogy mi a szöveg, amúgy is neked a nagyon költői szövegeket ö, sokszor úgy, nagyon oda kell figyelni, mm. hogy hogy a velejét, hogy tulajdonképpen miről is szól, megértse az ember. Nyilván, mert hogy költői szöveg. Ezt a saját halálodról írtad. Mm -hmm. Igen. De miért? Miért most? Te egy fiatal ember vagy, egy közép oh, lehet, közép, hogy középkorúnak nevezének, de nem, de, de, de azért ma már, ahogy uh, hál' Istennek túlódik ki fele az életkor felső határa, azért az, hogy a halálodról éri, nem mintha idő lenne kötve, de miért most? Hát, mert most még egészséggel tudok hozzá beszélni. Hozzá, tudok hozzá szólni azért, de... Volt valami ég... impulzus, ami ezt ne, körösebben Nem, különösebben nem. Jó, hát jó, sokat betegeskedik én, meg idén is, ma köszönöm szépen, Bélké hagyja, mert már Covid-tól kezdve minden bót már ebben a fél évben. és akkor sokat nyűglődök, azt a tudom magam sajnálni, rendkívül módon, tudom magam sajnálni, ez igaz, hogy ne, hogy ne, de ezt bele is írom különben szerintem, ilyen epés megjegyzésekkel a versekbe. De, de, nem ezért. Hát azért, mert, mert ez egy érdekes pillanat és az, ember életében, és, és én nem, én nem, akartam magam síratni, hanem ez volt akkor a véleményem az egészről. Egyébként meg hát igen egyébként fiatal, vagy nem fiatal, az ö, egyszer dolgoztunk egy hagyományőrző kórussal. És akkor ők már ugye ott feszegették, hát, hogy ők már nem, nem idősek, és akkor és akkor álljunk meg, csak fiatalok vannak, és régóta fiatalok. Hát az nem tetszett. Nekik, hogy akkor igen. De tényleg így van. Ebből ki. És akkor én is már régebb óta vagyok fiatal, az az igazság, de nem nagyon. Tehát amíg tudom végezni a munkámat, és hátul végezni, már pedig itt van, és rengeteg tervem van, és ott a munkám és a körömömre ég, és nem több színház. És a. Tehát a. Hú, olyan terveim vannak, hogy nem tudom, hogy a felét meg lesz-e rá egyáltalán időm, ugye, ahogy mert a múzsát emlegetik, hogy mikor, amikor megszáll a múzsa, és akkor aztán nekem arra nincs időm. Hát most kitaláltam azt, hogy legyen otthon vagyunk, nóta. Hát és akkor nem várhatok én arra fél évet, hogy majd jön a múzsa, mert a múzsa, hál' Istennek, én nagyon jóba vagyok vele, csodálatos, csodálatos, szerelmes, és azért vagyok vele titokban. Szerintem ő is néha szimpatizál, és itt a vállamon, folyamatosan most is itt van. És én csak szólok neki, egy gyere, drága, és akkor ez bírod még. És akkor mondja, tovább fogom bírni, mint Jó. Színház. Mennyire ég körnöd rá, ami miatt dolgozom, Jaj, most dolgozó, kisebb mondom. Nemzeti színházban igen. lesz egy új bemutatód. Ó, csodálatos, igen. Hosszú évek óta kerestem már a helyét. Bakar Bakar az Csudra, az igen. Bakar csúdra az eredeti cím. A cigánytábor az égben megy. Igen, egy csodálatos elég. novella, nagyon szép, rövid, és szinte mindegy vers. És olyan finom, jó hangulata van, de üres. Tehát abban nem történik sok minden. Azt már és akkor a, fi, a, a zenesze, a, a film, filmkészítők, meg volt a szovjet, nem egyik legszebb szovjet film. A Cigántából az megy. Ők azt ö, ö, a, a rendező, azt teletönte sztorival, de abban nincs, nem volt eredetiben uh -huh. a semmi. Úgyhogy én visszanyúltam a novellához. Ez eredendően egy cigány színház mutatta be Ukrajnában, lehet, hogy a mai napig van, lehet, hogy a világ egyik, egyetlen cigány színháza, nem tudom, de volt ilyen, és ők mutatták be először. Aztán jött a film, és akkor lett a 70-es évek végén ez a csodálatos film, aztán nagyon sok színház ezt ö, ugye fölvette és mutatta, főleg Balkán, Balkánon mai napig ezek nagy slágerek, ezek a kis két-három perces dalok csodálatosak, egyébként ezek népdalok, de hát a két zeneszerző, aki ugye ott a filmben van, ők ezt lazán akkor a szovjet hatalommal ugye, aláírták, ugye ők a szerzők meggyőződésem, hogy ez nép, nép daluk, de aláírták, ha aláírták, már le van védve. Én nem akartam azokkal a zenékkel foglalkozni. Én előről egy szép, új, csodálatos cigány római Júlina gyönyörű tragédiát akartam fölmutatni. E és úgy néz ki, hogy ez összejön. Persze egy színház előadás, ősbemutató lesz, sose lehet tudni, ez sose lehet tudni. Rengeteg a tényező, hogy ebben, hogy, hogy áll majd össze a csillagoknak, jól kell állni. már rendezett egy darabomat, az, az döbbenetes volt. Maros, nagyon sokat, bocsánat, beszélnek Vigyánszka így, meg úgy, meg amúgy a rendezéseiről nem annyira. Na hát akkor én elmondom nektek, édes drágaim, hogy Vigyázz hogy zseniális és Európa szerte híres rendező. Az mondjuk már el. És a én második darabomat fogja most rendezni, ugyanis mikor mondta, elmentem, és mondtam neki, hogy egy cigánytábla az ég meg tudod, az a film, ismeres az a film. Azt mondja, nekem? Hát a iskolánk előtt volt a jelenet, hát azt ott forgatták. <laughs> Itt Kárpátalján, ahol ő járt iskolába, 7 éves voltam, akkor ment a... Tehát, hogy ő, ő... Annyira érintett a filmbe, meg a történetbe. És akkor meghallgatta a zenét. ez oszkodott tőle különben. Hm, 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 hm. Hát mondom, és mit mondtam, hogy én hiába is, hát jó. Azt annyit mondtam neki, Attila, piszok jó lesz az muzika. De ez nem elég. De nem volt megírva. Akkor megírtam, és akkor mutattam neki. Ezt nem elég mondani, hogy piszok jó lesz. Ilyen nincs. És amikor meghallgatta, akkor följött telefonon. Hm. Hát üljünk le, azt mondta és akkor így aztán uh, műsorra tűzte jövő nyáron ez először be lesz mutatva valahol, szerintem Debrecenben ez nem biztos, szabadtéren nagyba ki lesz mutatva, ki meg lesz mutatva, és aztán ősszel jön be külön bemutatóval a házba, és remélhetőleg sok-sok egyig -sok itt fog robogni. Három színház mutatja be egyszerre, ugyanis a zsurászkék hozzák a csodálatos nemzeti, nemzeti táncegyüttesüket, és akkor itt hát föláll, nem tudom, táncos, ezekre a muzsikákra, amiket én most nem minősítek, de robognak, de robognak, és, a, és, akkor hát a végén a két, két csodálatos emberünk, a világ két legszebb és leg szabadság szeretőbb embere, ugye, akik annyira szerették a szabadságot, hogy még a legédesebb békjót, a szerelmet sem bírták elviselni, ebbe haltak be, szerintem erősebb a történet, mint Jóma és Júlia, én szerintem. És ez, és ez a végén fájdalmukba, mert a, írtam egy olyan is, hogy végén a fájdalmukba a két halott szerelmes mellett még a cigányok fájdalmukba táncolnak egyet. És így lesz vége meggyőződésem, hogy, meggyűződésem, hogy jó lesz a darab, de ez még csak érzem, de ezek az érzések azért elég fontosak. Mm -hmm. Tehát ez a terv egyrészt. Másrészt a csongor és tűnt, de ez megzenésített formában, erre is fölkért az Attila, amit szintén már mondott a sajtótájékoztató júniusban. A Szent István Bazilika előtt volt a sajtótájékoztató, tehát ez már két darab, azon vannak még terveim amit most ugye nem mondok el, de hát van, van még egy pár, olyan színháztervem van, hogy nem tudom, hogy valaha aztán van egy olyan speciális koncert, amit, de nem ne, nem mondhatom ezt előre el, rengeteget lopnak tőlem egyébként, rengeteget, Egyet. rengeteget lopnak, amit bóknak veszek, kinkeservesen bóknak veszek, ugye? de hát sokan, sokan, sokan lopnak, és most is. Már ötleteket? Ötleteket. Idén mm -hmm. is megloptak, tavaly is megloptak, és hát... No, most ezt... Ér. Mit loptak el? Ha szakúban azt akárhányan. Tehát a, nem tudom, 2000-es évek közepe, eleje, közepe, ott játszottunk a fonóba, klubot, és jönnek oda. Hát Tamás, hát gratulálok, hát köszönöm, mihez gratulálsz? Hát, hogy a, hogy a nemzeti, hogy a, hogy a Víg ott megy a Pina Bausnak a, a világhírű tánc ugye, koreográfusnak a darabja, péntek, szombat, vasárnap, a fővédnök, a köztársasági elnök, és neked a a hóbanod és a bazsa rózsád, ott megy benne. Ha mondom, értem. És, milyen, és milyen, volt dolgozni vele? Mondom, ki az a Pina Baus? Hm. Én nem tudtam, hogy ki az. Hm. És már itt volt Pesten a... Hm. Az egyik kilenc perces, a másik meg a 6 perces dalom, így egészben unblock benne. a -huh. Hm. Persze. Csináltál valamit? Megkérdezted, hogy nem kellett volna szólni esetleg, vagy megkérdezni, hogy... Hallottam azt, hát, hogy én neki hozzá? Tehát van egy ilyen, azon belül, hogy én kisebbségi magyarként születtem, ugye, és akkor így élek, azon belül aztán van még az, hogy az ember kelet-európai, oszt-blokk. Van ám ilyen effektus, itt is ugyanúgy működik, és gyönyörűen működik, hogy a, a gondolat egy jó, a fejed jó, de oszt-blokk, takarodj mint akarsz, a keleti blokk. Tehát, nem, hmm. ugyan már, ugyan már, ne. Hát, igen, azért én csinál, ilyenkor én csinálok. Csak, csak, csak. Adtam már a bíróságra a magyar kormányt is, meg a magyar kormányfőt is. De 15 éve vagy 6, nem most, nem az elmúlt 13 évben. Uh -huh. Volt ilyen. Mi Itt volt? Is, hát a táncahóban lenyúlta. A, nem mondok neveket. Lenyúlta egy egy Igen. gyümölcs nevű miniszterelnök. Uh -huh. Egy gyümölcsös. Na mindegy. De aztán utolértük. Ütolért, volt nekem ügyvédem, és utolértük. És akkor, amikor ezt a, ezt a Pina Bausa gratuláltak nekem, és akkor én mondjuk olyankor, olyankor, hogy mondjam, <kül> hát olyankor azért, na, azért úgy befeszülök azért én is. És azt bemondtam így a klubba. Volt egy szünet, mm. és bemondtam, hogy amúgy itt megy, és akkor hát, hogy amúgy, ha mentek, eltaláltok oda majd, akkor nekem az semmi közöm. És hát ez, ez történt. És hm. utána kopogtatnak az öltözőbe, és bejött egy ilyen nagyon szerény férfi, azt mondja, én olyan sokat kaptam tőletek, hogy hát nem akartok reagálni a... De mondom, akarunk. Főleg én, mert évek a szerző, többieket annyira nem érdekeltem, mert hát ők nem voltak szerzők. Hm. a zenekar így annyira nem, én, mint szerző, máshogy, nyilván máshogy viszonyul az ember a dalhoz, Igen. ha én írtam. Mondom, miért? Mert nekem van egy ügyvédi irodám Németországba, Aha. hát akkor annak nagyon örülök. És én németül írom a levelet Hamburgból, nem magyarul Budapestről, mert ő Németországból lakott. Uh -huh. Úgyhogy akkor megérte a. Tehát hallottuk, hogy nem nagyon veszik komolyan ilyen. Uh -huh. most, ilyen Kelet-Európából ír valaki le, egy ügyvéd de német. Még annyit mondjuk, német, mi lett a, mi lett a vége? Megegyeztetek? Persze, ha holnap aztán hát, hogy? Aztán, aztán fizetett, de köles. Ha már, ha már, ugye? Ha mutasd meg azt a szerződést, ha mutasd meg, ugye? Mutasd meg, amit aláírtam, na, hát ez nonsens, ez ordít a lopás. Hát mutasd meg a szerződést. Hát uh -huh. mutasd meg. Jó, akkor értem, hogy miért kezeled ezt ennyire diszkréten, hogy milyen terveid vannak még. Én pedig azt mondom, hogy jó, hát akkor. Csak azt várjuk meg, amiket most azért felsoroltál, tehát a nemzeti bemutatókat, és hogy legközelebb, majd legkésőbb akkor gyere vissza hozzám, és akkor majd arról is beszélgetünk, hogy hogyan jöttek. Nagyon örömmel voltam itt, és köszönöm szépen, és akkor eljövök, hogy ne szívesen megint. Reméljük, hogy akkor igen, a bemutató után, mondjuk most is szeretettel meghívlak, akkor ha most már a tegeződésnél maradhatunk, vagy csak a kamera előtt. Nem, ugye? Ilyen ugye? <laughs> És akkor, akkor viszont szeretettel várlak arra a bizonyos bemutatóra. Hát most még, ugye az annak most még egy év, amíg a nemzeti be ez visszatalál, ez, de mondom, nyáron már megvalósul valahol, vagy Szeged, vagy Debrecen, nem tudom még pontosan, de nyilván lesznek információk, és akkor és akkor, ha szereted a pazar ö, kőkemény, ö, ezt, a, ezt, a, ezt a, kemény ö, cigány folklórból indulok én kényem, ez mind írott zenék, félretes mindet írok, de akkor is abból indulok ki, tehát abból indulok ki, hogy nekik van egy olyan szabadságuk, hogy én láttam számtalan szóval nem egyszer és nem kétszer, de mi is látom, hogy busz megállóba délelőtt, a cigánylány énekel és táncol a saját örömére. Nem a közönség, nincs közönség. Ő magát szórakoztatja vele. Ez a szép egyrészt. Másrészt büszkén vállalom azt is föl, hogy hát mindenféle őseim ugye voltak nekem. Az egyik, a nagyapám az Sárközi Károly nagyon híres cigányprímás volt. És akkor így nyugodtan, nyugodt szívvel nyúlhatok én cigány témákhoz ilyen alapon, Nyilván a hegedű érzékem az onnan van. Onnan jön, meg a, a muzika élet, de az apu a szarka nevű, mert édesanyám Sárközi volt, a apu a szarka nevű, kristálytisztán, és gyönyörűen énekelt, és variált is, tehát ő is, csak azt le volt, hogy kimondom, mert hát a anyu az énekesnő, ugye? Hát nem apu, közben én még hallottam, milyen tisztán. Uh -huh. Gyönyörűen, magas hangon énekelt apu, és igen, nagy, rendkívül jó füle volt neki is. És akkor ezt a tehát biztos állítom, hogy, hogy jól fogsz szórakozni, nem fogsz elaludni, vagy ilyesmi, hogyha ide eljössz, mert csodálatos színészek, csodálatos tánckar, a zene, azt meg lehet hallgatni, majd különben meg már megszületett CD-n, ott van a versek, és hát ö, nagy izgalommal, egy ősbemutató, az ősbemutató. Az, öte, az, az 2000 éves az volt, és 2000 év múlva is az lesz. Tudod, Jó. amikor a semmiből születik valami, az a csoda igazából egy színházba. És az, azért csodálatos egy igazgató, mert ezt fölvállalja, mert nem mindenki vállalja fő. Mert legszívesebben Shakespeare-t vállalnak fő 28-szor. Meg ami már, be má, 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 volt mutatva annyiszor, és akkor az ősbemutató, jaj, 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 majd nem jönnek el, meg félek. Tudnék ilyet mondani, barátom, de nem mondok. Tudja, hogy kiről beszélek. És akkor a vigyánszkék azt mondta, ő fölvállalom a ősbemutatót. Ez rizikó, ez szép, ez ilyenkor alkot, nem csak én, hanem az igazgató is aki egyébként meg a rendező, ott rendezését. is fog rendezni, is fog, de mint igazgató, ilyenkor alkot az igazgató, amikor fölvállal egy bemutatót, Mert ez, ez kétesélyes. Tehát vannak, van, hogy bemutató után 8 nyolc előadásra leveszik darabot. Na ez itt nem lesz. Ezt én úgy érzem. Fogunk -e erről is beszélni. Nagyon köszönöm, köszönöm